fő fegyverük a gyors lefolyású lerohanások, illetve a gyors gólok az indításokból. Nincsen gyenge pontjuk. Kedden ugye a Borsa csapatával mértük össze az erőinket. Szerintem kihoztuk a maximumot a mérkőzésből, hiszen győztesen léptünk le a pályáról, és szerencsére egyik oldalon sem volt sérülés. A legfontosabb volt, hogy tovább jutottunk, hogy tudtunk gyakorolni utánpótlás játékosokat, és tudtunk bevenni a meccsbe. Ebben egy kettes csapat ellen játszottunk, viszonylag könnyű feladatunk volt, de szerintem komolyan vettünk ezt a mérkőzést, és jól jöttünk ki belőle. Ferencváros mindenképp nagy rohanós mérkőzésre készül, viszont szerintem mi akkor fogunk eredményesen játszani, hogyha a saját tempónkban fogunk játszani, úgyhogy készülünk előre. Nagyon nehéz feladat játszani ilyen csapatok ellen, de nem úgy gondolom, hogy könnyen adjunk fel a bőrünket, hát nem fogjuk küzdeni, meg próbáljuk minimális labda gólkülönbséggel játszani. Hát remélem, hogy nem így fog sikerülni, mint a Győr ellen, hogy sajnos nem sikerült úgy, ahogy akartunk, hogy nagyon nagy különbség van két csapat között. Most a Brady ellen próbáljuk bebizonyítani, hogy jobban tudjuk kezdve labdázni. Szeretnénk egy hasonlóan színvonalas mérkőzést játszani a Ferencvárossal, mint az itteni mérkőzésen. Fő fegyverük a gyors lefolyású lerohanások, illetve a gyors gólok az indításokból. Nincsen gyenge pontjuk, igazából hát nem hiába a Bajnokok Ligája szerepel a csapatot, mindegyik poszton van két jó játékos. Szeretnénk nagyon ott lenni fejben a mérkőzésen, hiszen hogyha elszórjuk a labdáinkat, azt nagyon gyorsan meg fogják büntetni, úgyhogy készülünk teljes erőinkkel.